Galavics Patrik van itt velünk, illetve velem a Direkt 36 újságírója, akitől a háttérben most azt kérdeztem, mert az egy kicsit ilyen szakmai jellegűbb volt, hogy a 24.hu vagy a Direkt 36 hozta ki előbb azt a cikket, és nagyon közel van egymáshoz ugye a kettő megjelenésének az időpontja, ami azt a vádiratot boncolgatta és tárta az olvasók elé, amiből az derül ki, hogy az egyébként már 2 éves ügyben az ügyészség most milyen bírságot és büntetést kíván kiróni az érintett korrupciós ügy szereplőire. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tisztázok, ki volt előbb a cikk? Pár órával megelőzött minket a 24.hu. De dolgoztatok, vagy dolgoztál rajta te is ezek szerint személyesen? Szabó András kollégámmal dolgoztunk rajta. Igazából ugyanazt a vádiratot szerezte meg a 24.hu is, mint mi, és hát gyakorlatilag ugyanabból tudtunk mind a ketten dolgozni. Mi volt számotokra mondjuk a legmeglepőbb, vagy mondjuk úgy talán az újdonság ebben a vádiratban, hiszen ugye a kormány most jelenleg azzal takarózik, vagy védi magát, hogy hát az ellenzék most előhúzott egy 2 évvel ezelőtti ügyet, nincs itt semmi látnivaló. Ami nem feltétlenül az, hogy meglepő, de hogy az látszik, hogy egy nagyon kiterjedt hálózat volt ez, amit az első rendű vádlott kiépített, és ugye 54 vádlott van ebben az ügyben, és ahogy itt a felvezetőben el is hangzott, hogy 2 évig tartott igazából az, amíg ez a vádirat tulajdonképpen összeállt, mert az első letartóztatásokról 2 évvel ezelőtt jöttek hírek, akkor adta ki azt az ügyészség, hogy gyakorlatilag felszámolt egy hálózatot. Azt kell tudni erről a hálózatról, hogy az első rendű vádlott gyakorlatilag a vádirat szerint 2015-re alakított ki egy olyan csaló hálózatot, amiben voltak kormánytisztviselők, voltak cégek, voltak pályázatírók, és tulajdonképpen tényleg arra szövetkeztek, hogy uniós pénzeket csaljanak el. El lehet azt képzelni szerinted, Patrik, hogy a legfelsőbb vezetői döntési szinten erről a korrupciós hálózatról és erről a csalásról mit sem tudtak és mit sem sejtettek? Ugye mi arra tudunk támaszkodni, amink van. A vádirat van, ebben nem kerül szóba az, hogy még miniszteri szinten erről tudtak-e. Azt tudjuk, hogy mondjuk főosztályvezetők, osztályvezetők, volt helyettes államtitkár, az szóba kerül. Vagy szóba kerül például Bartoeke Gyula, aki mondjuk Palkovics László volt itt ilyen miniszternek, lehet mondani, hogy a bizalmasa, hiszen legutóbb is egészen márciusig még az Alazonnál dolgozott vezető pozícióban, ami ugye Palkovics Lászlónak az irányítása alatt áll. És ő mondjuk egy elég fontos szereplője ennek az ügynek, ő például előminősítéseket intézett el pénzért, illetve aztán később azt is ígérte olyanoknak, akiknek erre igénye volt, hogy akár pályázatnak a nyerteségét is el tudja intézni. Tehát ezt látjuk, hogy idáig, legalábbis a vádirat idáig terjed ki, hogy ilyen emberek vannak ebben a sztoriban. Azt lehet tudni visszamenőleg, hogy mi volt az az ügy vagy eset konkrétan, ami borította a dominót? Tehát, hogy egy ilyen hálózat egyáltalán létezésére, vagy azzal kapcsolatban elkezdjenek az ügyészek és a rendőrség nyomozni, az kellett, hogy valahonnan elinduljon egy feltételezés, vagy akár bizonyító erejű állítás, hogy itt bizony az uniós pénzekkel valamiféle mutyi folyik. Igen, erről nem szól a vádirat, hogy ez hogyan derülhetett ki, vagy mire kaphatták fel a fejüket. Ilyen nincs a vádiratban. A minisztériumok részéről most milyen válasz érkezett erre a helyzetre? Egyáltalán befolyásolja ez a helyzet az ő működésüket például a jövőben? Ugye, amikor föltettük ezt a kérdést, hogy alapvetően a pénzügyminisztérium érintett leginkább ebben az ügyben, illetve a jogelődje az NGM. Ugye feltettük nekik ezt a kérdést, hogy oké, megvan ez az ügy, de hogy mit tesznek azért, hogy jövőben mondjuk ilyen hálózat ne alakulhasson ki, akkor erre azt a választ kaptuk, hogy hát ebből is látszik, hogy Magyarországon üldözik a korrupciót, itt van egy ilyen hálózatnak a felszámolása, és azok, akik ebben részt vettek, és hogy a kormánytisztviselők voltak, azok már nem kormánytisztviselők. Tehát ez a hivatalos kormányzati reakció, amit kaptunk, gyakorlatilag arról van szó, hogy a kormány erre azt mondja, hogy ebből is látszik, hogy Magyarországon üldözik a korrupciót, hiszen ha már felütötte a fejét, akkor a bűnöldöző szervek azok teszik a dolgukat, és bíróság elé állítják azokat, akik ebben részt vesznek. Véleményed szerint lehet következménye az ügynek az EU-s finanszírozási pénzek további folyósítására, vagy annak megítélésére, hiszen a kormány folyamatosan
háborúban áll Brüsszellel, és azért ott a korrupció eléggé központi kérdés rendszeresen. Az EU-s pénzek folyósítása szintén központi kérdés. Erre akkor ki bukik, vagy kidől a szekrényből egy olyan csontváz, ami arra világít rá, hogy hát valóban nem megfelelő módon lettek ezek a pénzek felhasználva. Igen. Erre most megint csak azt tudom mondani, hogy ezt erre is rákérdeztünk, hogy például az uniós pénzeknek a tárgyalásában ez szóba került-e. Erre nem válaszolt konkrétan a kormány, úgyhogy legfeljebb következtetni tudunk, hogy nyilván akkor mondjuk, hogy az Európai Unió előtt mondjuk ez szóba kerül, és mondjuk az RRF-ről szóró tárgyaláson akkor rákérdeznek, hogy hát itt mi van, akkor valószínűleg a kormány azt fogja mondani, hogy hát, amit nekünk válaszolt, hogy ebből is látszik, hogy mi üldözik a korrupciót. Ha felüti a fejét, akkor itt... Pontosan mekkora összegről volt most szó? Az elsőrendű vádlott a vádirat szerint összesen így az évek során 491 millió forint kenőpénzt vett át, ebből ő magának 314 millió forintot tartott meg. Ugye a vádirat szerint egyébként az elsőrendű vádlott 6-8%-át kérte el a pályázati pénzeknek, a pályázati összegeknek. Az összeg az mekkora? Mert ha jól tudom, az ugye több milliárd. Most erre nem tudok pontosat mondani, de hogy nyilván itt emlékeim azért... szerint 25 milliárdot érint, és akkor ebből jött le ugye ez a kenőpénz, ami viszont azért érdekes, hogy mert bár pályáztak projektekre cégek, emberek, amik vélhetően valamilyen úton, módon vagy szintig meg is valósultak, mi lesz akkor ezeknek a pályázati pénzeknek a sorsa? Vissza kell majd fizetniük a cégeknek? Van, amit már előbb vissza kellett fizetni, hát ez nyilván még egy következő része, hogy magának a nyomozásnak, meg az, hogy ezt mondjuk talán ezt már minisztériumon belül is kell intézni. Újságíróként egy abszolút szakmai kérdést szeretnék neked feltenni. Mennyire találod, és nem a munkátokat szeretném természetesen megkérdezni ezzel kapcsolatban, de mennyire találod azt meglepőnek, vagy gondoltatok arra, hogy kaptatok most valamiféle olyan témát, amivel lehet foglalkozni, ami elég nagy volumenűnek tűnik, viszont akkor nem kell foglalkoznotok például a kegyelmi botrány tovább gyűrűzésével, Varga Judit esetével, Magyar Péterrel, vagy akár Novák Katalinnal? Mi minden érdekes dologgal foglalkozunk, tehát azért maradt kapacitásunk, erre egyrészt azt tudom mondani, másrészt ugye, ami itt még ebből a szempontból meg szokott fogalmazódni, az, hogy hát vádiratban biztos, hogy az van benne, ami... tehát, hogy nem hagynak ki belőle neveket, stb. Mi erre mindig azt tudjuk mondani, hogy nekünk, mi arra tudunk alapozni, amink van. Vádiratunk van. Ebben ez szerepel, és az szerepel. Ha mondjuk nyomozati anyag is kezünkben lenne, ami egyébként ugye tényleg ilyen 100 000 oldalas, és mondjuk össze tudnánk hasonlítani, hogy oké, akkor a nyomozati anyagban ez szerepel, de a vádiratban nem került be, akkor rá tudnánk kérdezni az ügyészségnél, hogy ezt miért nem tartották fontosnak. De alapvetően azt tudom mondani, hogy mi mindig abból tudunk dolgozni, ami nekünk megvan, ez a vádirat. Máskülönben pedig a vége kérdésedre válaszolva, meg visszatérve, van kapacitásunk azért másra is, és foglalkozunk is másokkal is. Galavics Patrik, a Direkt 36 újságírója, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.